Zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben. Ezt én szívből fölvállalom, hogyha a szemita palesztinokra gondolok. Természetesen a becsület megköveteli, hogy megmondjam, hogy a palesztin, tehát a Magyarországi Palesztin Nagykövetség weblapjáról vettem a következő idézetet, de ők hivatkoznak, és én ellenőriztem, hogy ez eredetileg a Wikipédián olvasható. Tehát olvasom. A régészeti feltárások szerint a szemiták Palesztina legrégibb ismert lakói. A Krisztus előtti 4. évezred óta a földközi tenger keleti partján élnek. Vallási szempontból Semtől vagy Szemtől, Noé legidősebb fiától származó törzsnek tekintik őket. Kétségbe vonhatatlan tény, hogy Palesztina őslakosai mind arabok voltak. Az őket érő asszály miatt vándoroltak be az arab félszigetről. Több mint 2000 évig éltek új hazájukban, Kánoánban, Mózes próféta és híveinek a megjelenése előtt. És mi történt? Tehát látható, hogy megint csak a nagylelkű, nagyvonalú angol gentlemannek adták oda a palesztinok területének a felét 1947-ben, a cionistáknak államalapítás ürügyén. Nem szeretnék a Balfour nyilatkozat részleteire kitérni, és hogy ennek mi volt a tétje, és tényleg kaptak ellenszolgáltatást a cionistáktól, mert elérték, hogy Amerika belépjen a világháborúba. De mondom, mire erről nem szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy a palesztinok, akiket ezek a térképek zölddel jeleznek, ahelyett, hogy az ENSZ hatályos nyilatkozata alapján a terület felét legalább maguk lakhatnák, az ősi hazájuk felét, itt a present, tehát a jelenkori ábra, az nem a jelenkori, hanem a 2023 óta folyamatos népirtás előtti állapotot tükrözi, ahol már 9%-ára süllyedt az eredeti terület a palesztinok részére. És nézzük csak meg, hogy itt hány halott és hány sebesült palesztin civil van, akiknek a legnagyobb részük asszonyok és gyerekek. Tehát ez hivatalos statisztika 100 nap izraeli tisztogatás után. Tárthatjuk, hogy 24 ezer halottról és 60 ezer sebesültről van szó. Na most érdekes megnézni, hogy a mindenki által szörnyűnek tartott putyini vérengzés 700 nap alatt az áldozatoknak az 1/3-át és a sebesülteknek kevesebb, mint 1/3-át érte el. Természetesen halottak esetében nem érdemes számokat összehasonlítani. Hadd idézzek egy kitűnő szakértőt tömeggyilkosság ügyében. Sztálin kolléganak tulajdonítható az a mondás, hogy egy halál tragédia, egy millió halál statisztika. De azért azt látható, hogyha megnézzünk egy történelmi atlaszt, ott nem szerepel Ukrajna neve, az egész terület Oroszország. Itt ezen a helyen, és több helyen elmondta már annak a társulatnak az elnöke, Torockai elnök úr, ahol vagyunk, hogy bizony a Ukrajna népszavazás alapján vált független ország 1991-ben, és ennek a népszavazásnak része volt a magyar lakta Kárpátalja autonómiájának biztosítása is, amiről sem magyar, sem ukrán oldalról egy szó sem hangzik el hivatalos környezetben. Tehát nagyon-nagyon fontos tudnunk, hogy mi is történt. Itt, és ezt jó forrásból tudjuk, most már a CIA papírok is nyilvánosságra kerültek, de azelőtt nyilvánosságra került az a Victoria Nudelman, vagy amerikaiasul ejtve Newman, amerikai politikus nőnek a telefonbeszélgetése az akkori Ukrajnába akreditált amerikai nagykövettel 2014-ből, hogy az amerikaiaknak nem kevesebb, mint 5 billion, természetesen csak 5 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőnek, hogy megfelelő szakértőkkel a tömegbe lövessenek, és ezáltal Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökére sózzák ezt a gyilkolást, amiben ő semmiben nem vett részt, és ezzel sikerült azt a puccsot létrehozniuk, a Majdan puccsot, aminek a következtében több ezer oroszt gyilkoltak meg az ukránok.
hogy ezt Putyin nem hagyhatta, és hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy békés módon egyezzenek meg. Sőt, valóban létrejött a Minszk II nevezetű egyezmény, amire az előbb már említett Nudelmann asszony híres mondata, fuck the EU, hadd ne fordítsam ezt le, tehát az Európai Unió égisza által létrehozott békeszerződés, ami mindkét fél számára elfogadható lett volna. Nos, tehát látható, hogy ez nem jött létre. Láthatók a következmények is. Az is látható, hogy az ismert latin közmondásnak inter tuos litigantes tertium gaudet, tertius gaudet, bocsánatot kérek, tehát két viszálykodó között a harmadik a boldog, hogy ez miért volt Amerikának fontos. Még itt is érvényes a korábbi latinos gimnazisták szöveg módosítása, hogy nem tertius, hanem sestertius gaudet, vagyis a pénznevet, tehát a világot irányító pénzhatalom az, akinek az érdekét szolgálja ez a szörnyű vérontás, állítólag az utolsó ukrán katonáig. Ehhez még érdemes hozzátenni azt is, hogy a hivatalos statisztikák szerint a gázai népirtás előtt ennyi volt Gáza lakossága, civil lakossága, míg Ukrajna civil lakossága szintén hivatalos statisztikák szerint a hatalmas, tehát több mint 10 milliós elvándorlás után is 36 millió, tehát több mint 50-szer akkora területből 7-szer annyi idő alatt sikerült ezt a gyilkosság halmazt elérni, amiről a világ hallgat.